feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Most Jézus mennybe menetele után nagyon szívesen köszönök úgy, hogy örvendezzünk testvérek. Mikor az angyal Gábriel köszöntötte Máriát, úgy szoktuk fordítani a görög szöveget, hogy üdvözlégy Mária. De igazából a fordításban ez is kijön, hogy örvendezz Mária. És hogy mi az örvendezésünk oka, meg fogjuk tudni a mai evangéliumból, és abból az időszakból, amiben most vagyunk. Kérjük tehát a Szent Lelket, vezessen bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Jöjj, Szent Lélek, reménység, szeretet és öröm lelke, tölts el bennünket, és vezess, hogy meghalljuk Jézus akaratát. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom tehát a János evangéliumából a következő szakaszt. Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. Amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra. Az öröm miatt, hogy ember született a világra. Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket. A szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki. És azon a napon már semmit sem kérdeztek tőlem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ebben a szakaszban Jézus sokat beszél szomorúságról, és beszél örömről. Amikor az apostolok átélték Jézusnak az elfogatását, a szenvedését, és hogy meghalt, felfoghatatlan az a fájdalom és az a szomorúság, ami őket érte. És jött a következő nap és a következő időszak, és ugyan felkelt a nap, de számukra minden összeomlott. És minden kétségessé vált. Minden fájdalmassá vált. És talán bizonyos mértékig tudunk azonosulni az apostolokkal, mert nálunk is vannak ilyen helyzetek, amikor egyszerűen minden elszürkül, minden tompává válik, minden fájdalmas, minden megkérdőjeleződik. És igen, a keresztények életében is van szomorúság, van bánat, tudunk sírni, sőt, még akár depresszió is. De Jézus mégis tovább segít bennünket, hiszen van feltámadás. És lehet, hogy a világban most úgy tűnik, hogy sok az öröm, és bennünk pedig a bánat, de az örökké valóság tekintetében az öröm jelenik meg. És akkor, amikor Jézus feltámadt, akkor azt látjuk, hogy tele voltak örömmel, és nem tudtak bele, egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus feltámadt, mert annyira hihetetlen volt számunkra, pedig Jézus elmondta nekik. És ez az öröm átjárta őket. De van még valami. Van ezen az örömön túl még több. Mert a Szentlélek által még több örömöt akar nekünk adni Isten. Akkor, amikor pünköskor várták a Szent Lelket, 9 napon keresztül az apostolok, mert azt mondta nekik Jézus, hogy maradjatok együtt, amíg erő nem tölt el titeket a magasból, 9 éjjelen, 9 nappalon keresztül várták, kérték a Szent Lelket, akkor, amikor eltöltötte őket, és kimentek az utcákra, olyan öröm volt bennük, hogy ez láthatóvá vált, mert azt kérdezték, tele vagytok édes borral, hiszen olyan öröm van bennetek, úgy néztek ki, mint akik be vannak rúva.
Szent Ambrus ezt másféle módon fogalmazta, a lélek józan mámora töltötte őket el. Mert a Szent Lélek örömöt hoz. És ez egyszerűen a keresztény életben, a keresztény létben meg kell, hogy nyilvánuljon. Nem véletlen, hogy kérjük a Szent Lelket. És most, pontosan ma kezdődik a pünkösdi kilenced. A pünkösdi kilencedben az első naptól az utolsóig várjuk, kérjük a Szent Lelket. 13. Leó pápa már a 19. század végén elrendelt, hogy az egyház várja a Szent Lelket. Innen ered minden egyéb más kilenced. És az egyházban sokszor hallok, hogy imádkozunk kilencedet. Itt vagy ott. Kicsit, mint a kevesebbet hallanék arról, hogy a Szent Lelket kérjük, hogy áradjon ki ránk. Itt van az ideje. Ha szükségünk van a lélek erejére, a lélek örömére, akkor kérjük, hogy töltsön el bennünket. Igen, van szomorúságunk, vannak fájdalmaink, igen, sírunk, de a lélek be tud minket tölteni. Ma Szent Ritának az ünnepe van. Igen, sokan szeretik őt, hiszen szinte amihez kérjük az ő támogatását, valami módon tapasztaljuk a közbenjárását. Az ő életében is nagyon sok volt a szomorúság, és nagyon sok volt a fájdalom. Ő 1381-ben született, és 1447. május 22-én vette magához a Jóisten. Egy olyan családban nőtt fel, ahol egy nagyon engedelmes, nagyon mélyen hívő kislány volt, és ahogy cseperedett, nagyon gyorsan férhez adták, pedig szerzetes, szeretett volna lenni. Ráadásul egy olyan férfihez, aki nagyon szigorú ember volt. És ez a szelíd, mélyen hívő Rita valami módon Isten erejével megszelidítette, úgyhogy megtért, és megtérése után nem sokára meghalt, megölték. A fiai szerettek volna bosszút állni. És az Istenhez folyamodott Rita, hogy Isten, segíts meg, hogy nehogy bosszút álljanak és megöljék a gyilkost, a fiaim, ne legyenek ők is gyilkosok. Isten ezt a két fiút elég gyorsan magához vette. Ezek után Rita szeretett volna végre belépni egy szerzetes kolostorba, ahol nem vették fel. Háromszor kérvényezte, nem vették fel. Csodák csodája, azonban mégis meg tudott jelenni a kolostorban, és ott folytatta az imádságos Krisztusban való életét. Sok szenvedéssel, sok lemondással és sok örömmel. Mert az ő élete tele volt a lélek erejével. Hogyha nekünk szükségünk van a Szent Lélekre, kérjük, jöjj Szent Lélek, jöjj Szent Lélek, és tölts el bennünket, és merjük idehozni az erőtlenségeinket, a kishitűségeinket, a szomorúságainkat, a kapcsolatainkat, a szolgálatainkat, az egészségünket, és kérjük közösen, hogy a Szentlélek itt és most személyesen minket és az egész egyházat újítsa meg. Úgy legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szentlélek, Úristen, szükségünk van arra, hogy a Te örömödből részesüljünk. Sokszor savanyúak, szomorúak, lehangoltak vagyunk. Lenyom a világ, de Te felemelsz. De Te örömöt adsz, amelynek ereje van. Add, hogy a Te örömödben élhessünk, és másokat is általad vigasztalhassunk. Mert Te vagy az erő, az öröm, a vigasztalás, a szeretet lelke. Jöjj, Szent Lélek, Úristen! Nálad nélkül semmi az ember. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.